Ösztöndíj, évi 640.000 forintos támogatása pályázhatnak az egészségügyi felsőoktatási alapképzésben résztvevő hallgatók. Hatékony rendszer. Az elmúlt fél év alatt 28 millió online számla érkezett a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz. Kolumbiai export. Kolumbiai magyar gazdasági konferenciát szerveztek, amelynek fő témája a kolumbiai kávé hazai feldolgozása volt. Évi 640.000 forintos ösztöndíjra pályázhatnak az egészségügyi felsőoktatási alapképzésben résztvevő hallgatók. A Kölcsey Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A programban közel 2300 hallgatót tudnak támogatni. A kormány célja, hogy ezzel is segítse az egészségügyben tapasztalható szakemberhiány csökkentését. Az ösztöndíjért cserébe a nyertes pályázóknak tanulmányaikat követően 2 évig Magyarországon kell dolgozniuk szakképzettségüknek megfelelő állásban. Országszerte több mint 10 000-en vesznek részt egészségtudományi képzésben. Közülük az ápoló, mentőtiszt, védőnő, dietetikus, gyógytornász-fizioterapeuta, népegészségügyi ellenőr, dentálhigiénikus, egészségügyi szervező, valamint orvosi diagnosztikai analitikus hallgatóknak nyújt anyagi segítséget az Állami Egészségügyi Ellátóközpont január közepén nyílt pályázata. Erre azok a nappali vagy levelező szakon tanulók nyújthatják be igényüket március 18-áig, akik legalább az első fél évüket sikeresen befejezték. Ők nyertes pályázat esetén visszamenőleg a teljes tanévre megkapják az összesen 640.000 forintos ösztöndíjat. Tulajdonképpen a kormány célja ezzel az ösztöndíjjal az, hogy a hiány szakmákban próbálja pótolni a utánpótlást, és elsősorban ugye azokat a területeket emelte ki prioritási sorrendjében, amelyekben a legnagyobb a hiány, így az ápoló, védőnő és mentőtiszt képzéseket. A pályázóknak nyertes ösztöndíj esetén azt kell vállalniuk, hogy a tanulmányuk befejezését követő 5 éven belül legalább 2 évig magyarországi közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál dolgoznak a megszerzett szakképzettségnek megfelelően. Az ösztöndíj közel 1,5 milliárd forintos keretösszegéből mintegy 2300 hallgatót tudnak támogatni. Mindenképpen arra számítunk, hogy fogja ösztönözni az ide jelentkező hallgatókat, illetve hát nagyobb lesz az érdeklődés a egészségügyi szakok iránt. Itt azt tudom elmondani, hogy az ápoló, mind a védőnő szakon, a nappali tagozaton kb. 30, ápoló szakon, levelező tagozaton viszont egy 60-as évfolyamokkal megyünk, tehát az népszerű. Ugye a mentőtiszt szak az évek óta népszerű, az is nappali és levelező tagozaton is folyik. A nappali tagozaton egy 50 fős évfolyam, 50-60 fős évfolyamokkal megyünk, illetve levelező tagozaton is egy 30 fő tanul. Sárvári Attila azt is elmondta, az egészségügyi szakokra járók hivatásuknak is tekintik a választott pályájukat, ezért kisebb a lemorzsolódás és a pálya elhagyás. Utóbbit legtöbbször az alacsony kereset okozza, amit az elmúlt években béremelésekkel próbál kompenzálni a kormány. A Debreceni Egyetem egészségügyi karára a többi felsőoktatási intézményhez hasonlóan február 15-ig lehet jelentkezni. Jól teljesít az online számla rendszer. Az indulása óta eltelt fél év alatt már 28 millió számla érkezett a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz. Ez segíti a hatóságot abban, hogy kiszűrhetőek legyenek a csalárd gazdálkodók. A rendszer felhíríti a gazdaságot, és az államkassa bevételeire is jó hatással van. A NAV ettől az évtől a magánszemélyek és az őstermelők mellett már az egyéni vállalkozóknak is készít SZIA bevallási tervezetet, amelynek beadási határideje egységesen május 20-a. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében körülbelül 11 ezer társas vállalkozás működik, illetve közel 8 ezer egyéni vállalkozó van. Őket érintheti a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatszolgáltatási kötelezettsége, az online számlázás, amely 2018. július 1-től működik. Azoknak a belföldi adóalanyoknak kötelező az online számlázás, akik 100 ezer forint fölötti áfa értékű számlát állítanak ki. Online számlázó programmal a kötelezettség könnyen teljesíthető, de a számlák manuális feltöltésére is lehetőségük van a vállalkozásoknak.
Szeptemberre már a 10 milliómodik online számla is beérkezett a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz. Az év elején pedig a rendszer kiemelkedő hatékonyságát dicsérte Varga Mihály pénzügyminiszter. Januárig ugyanis már összesen 28 millió ilyen számla érkezett a NAV-hoz. A gazdaság fehérítése volt az elsődleges feladat, itt az EKR rendszer bevezetése után került sor erre a számla rendszer feldolgozására, illetve bevezetésére. Ugye az online pénztárgép is egyfajta képet ad a gazdálkodó szervekről, a viszonylatolási fegyelem megtartásáról. És nagyon fontos volt, hogy ugye korábban nem 100 000 forint feletti áfatartalommal, hanem 1 millió forint feletti áfatartalommal rendelkező számlákat kellett feltölteni többszöri módosítás után, mert később, illetve régebben ez még magasabb volt ez az összeghatár. Így viszont egy pontosabb képet kapunk a gazdálkodók közötti pénzmozgásokról, arra vonatkozóan, hogy az áfa bevallásukat megfelelően teljesítik-e, illetve a család cég láncolatok deríthetők fel ezzel a rendszerrel, hiszen a kockázat elemzéseink során felhasználjuk azokat az adatokat, illetve összevetjük a saját rendszereink adatával, akár a be nem életet alkalmazottat foglalkoztató cégek adatbázisával, vagy az EKR adatokat tartalmazó adatbázissal is, amelyek egyébként szintén áfa visszaigénylésre jogosultak. A Nemzeti Adó és Vámhivatal a személyi jövedelemadó bevallást is próbálja egyszerűsíteni évről évre, ezzel is segítve az adózókat. Ettől az évtől már az egyéni vállalkozóknak is készít bevallási tervezetet az adóhatóság. Eddig az őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek kaptak ilyen dokumentumot. Az egyéni vállalkozóknak is össze kell vetniük a saját pénzügyi adataikkal, tehát vannak olyan adatok, amelyek a Nemzeti Adó és Vámhivatal rendelkezésére természetesen nem állnak az egyéni vállalkozók bevételével kapcsolatosan. A bevallási tervezetet a kifizetőktől származó februárig teljesített adatok alapján állítjuk össze, és nagyon fontos megemlíteni, hogy február 25-i határidő most már kitolódik, május 20-ára az egyéni vállalkozók bevallásának benyújtása szempontjából is, tehát mindenkire egységesen a május 20-ai határidő fog vonatkozni a későbbiekben. A tervezeteket mindenkinek át kell nézni és elfogadni az ügyfélkapun keresztül vagy személyesen. Aki ezt nem teszi meg, annak a hatóság automatikusan elfogadja a bevallást az adózó felelősségére. Egy másik fontos változás január 1-től, ami a hatósághoz köthető, hogy már a horgászengedélyek is adókártyához kötöttek 2019-től. Január végéig megkapják az első körben érintettek a Nemzeti Eszközkezelő Program tájékoztató levelét ingatlanjuk visszavételéről. A többi bérlőhöz március 31-ig juttatják el a nyomtatványokat. A Nemzeti Eszközkezelő ZRT azért jött létre, hogy segítséget nyújtson azoknak, akik a válság hatására nem tudták fizetni törlesztő részletüket. Így országszerte közel 36 000 ingatlan került állami tulajdonba. Ennek köszönhetően a korábbi tulajdonosok lakásbérleti jogviszonnyal maradhattak ingatlanukban. A 2019-es év során a bérlők dönthetnek arról, hogy kedvező feltételek mellett, vételárkedvezménnyel, egy összegben, vagy hosszú távú részletfizetés mellett visszavásárolják az ingatlanokat, vagy pedig a jelenlegi feltételek mellett továbbra is bérlők maradnak. Manióka gumóból és keményítőből készült termékekkel számos területen ki lehet váltani a műanyag használatát. Többek között erről is szó volt azon a kolumbiai magyar gazdasági konferencián, amelynek fő témája a kolumbiai kávé hazai feldolgozása és értékesítése volt. A kávé az egyik legismertebb kolumbiai exportcikk, az ország pedig a negyedik legnagyobb kávétermesztő nagyhatalom, valamint ők termelik a legtöbb arabika kávét a világon. A sikerük többek között annak is köszönhető, hogy változatos tájakon művelik az ültetvényeket több évszázados hagyományokkal, amely fejlesztésében Fábián González külgazdasági szakértő szerint további jelentős segítséget nyújthat a magyarországi mezőgazdasági ismeretek és technológiai tudás exportálása. Elsősorban a mezőgazdasági területen mi úgy találjuk, hogy Magyarország egy gazdag tapasztalatokkal, komoly technológiával rendelkező ország, amely ezeket a dolgokat tudja exportálni. Nem csak termékeket, hanem technológiai transfert is. Ez talán mai napokon lehet mondani, hogy ez a legerősebb szektor, amiben magyar cégek kint tevékenykednek. Ugyanakkor az elektronika is egy nagyon fontos terület,
az IT szinten Magyarország egy hatalom azon a területen, és azokon keresztül is jönnek az úgynevezett intézményi kapcsolatok magyar és kolumbiai hivatalos szervek között. Szuhocki Gábor, a rendezvény házigazdája nyitó beszédében elmondta, úgy gondolja, hogy a gazdasági együttműködés szerteágazó lehet, éppen ezért a konferenciára is számos témával készültek. Az alaptéma a kávé. Hogyan lehet a jó minőségű kolumbiai kávét Közép-Európában teríteni, hogyan juthat el a fogyasztókhoz. A második téma, az Európai Unió irányelvei arra törekszenek, hogy a műanyagot próbáljuk meg helyettesíteni. Minél kevesebb szennyező műanyag kerüljön a lerakókba, illetve a lerakó kívül. Ezért a kolumbiaikkal összefogva maniókagumóból, illetve keményítő, mint alapanyagból szeretnénk kifejleszteni egy közös cég keretében olyan termékeket, amelyek akár az acskókat, egészségügyi fóliákat, mezőgazdasági fóliákat, poharakat, szívószálakat tudja helyettesíteni. A konferencián elhangzott, a két ország együttműködésének sikerét jelzi, hogy tavaly a gazdasági együttműködés továbblendítése és a diplomáciai kapcsolatok elmélyítése érdekében a magyar kormány nagykövetséget nyitott Bogotában, a kolumbiai kormány pedig Budapesten. Közel 1.400.000-en töltötték ki a családok védelméről szóló nemzeti konzultációt, így ez lett a kormány egyik legsikeresebb kérdőíve. A legtámogatottabb kérdés a gyermekek védelméről szóló volt, de az igen válaszok aránya minden esetben meghaladta a 90%-ot. A kormány szerint ez alapján a magyar emberek az ország demográfiai problémáit nem a migrációval szeretnék megoldani. A 2018-as nemzeti konzultáció egy párbeszéd lehetőség volt arra, hogy a kormány az aktuális fontos kérdéseket megvitassa a magyar emberekkel, mondta Elvinnei Győző. Ez a családok védelméről és a támogatási rendszer bővítéséről szólt. 1.382.000-en töltötték ki és küldték vissza ezt a kérdőívet. Az emberek többsége papír alapon válaszolt, a kitöltők csupán 8%-a választotta az internetes lehetőséget. A 10 kérdés elsöprő támogatást kapott, nem volt olyan kérdés, amely 93%-os igen arány alatt teljesített. Kettő pedig kiemelten magas, 99% fölötti igent kapott, emelte ki az országgyűlési képviselő. Az egyik az, hogy a népességfogyást hogyan állítaná meg a magyar családok megerősítésével, vagy esetleg bevándorlók, migránsok betelepítésével. Hát mondanom se kell, hogy a magyar családok megerősítését tartják fontosnak a magyar emberek. A másik kérdés pedig a magyar gyerekekről szólt, ez a 8. kérdés volt, hogy a gyerekek lelki, fizikai, szellemi fejlődése az olyan érték, amit a magyar államnak védenie kell, ezt elsöprően, talán a legtöbben azt mondták, hogy igen, ezt védeni kell. Tehát mutatja azt, hogy a magyar emberek családban gondolkodnak, szeretik a gyerekeket, és a fiatalok is azt nyilatkozzák, hogy ők szeretnének több gyereket, 2-3-at vagy esetleg többet, és amikor oda jutunk, akkor nem mindig születnek meg ezek a gyerekek, hiszen tudjuk, hogy Magyarország népessége fogy, ezért a családtámogatási rendszer kibővítésénél, amire most felhatalmazást adtak a nemzeti konzultációban résztvevő emberek, és hát akik nem vettek részt, azok is részben egyetérthetnek ezzel, hiszen az nem jelenti azt, hogy ők ellene vannak, hogyha nem küldték vissza a konzultációs kérdőívet. A fiatalok és a családok lehetőségeinek megerősítése tehát nagy támogatással bír. Ezért a kormány szeretné a csokvidéki kiterjesztését megerősíteni, és elindította a Magyar Falu programot is. Ennek 3 eleme van. 5000 fő alatti települések pályázhatnak. Egy gyors pályázati rendszerben azt ígérik, hogy nagyon gyorsan fogják értékelni ezeket a pályázatokat. Az egyik a közszolgáltatások fejlesztése, tehát közösségi közlekedés, orvoslakásépítés, közösségi térépítés, minden, ami ehhez kapcsolódik. Aztán az előbb említett, ez mintegy 75 milliárd forintot tesz ki hazai forrásból, 25 milliárdot tesz ki a csok vidéki kiterjesztése, tehát kis településekre történő kedvezmények adása, és a harmadik pedig mintegy 50 milliárd forint az alsóbrendű utak fejlesztésére, építésére, karbantartására, mert közismert, hogy itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az önkormányzatokkal, a polgármesterekkel találkozva ez az egyik legnagyobb feladat. A közel 1,5 milliós kérdőív kitöltés alapján ez volt a harmadik legnagyobb részvételű nemzeti konzultáció a Fidesz-KDNP kormányzásai alatt.
Fölényes győzelemmel vágott vissza a Budafoknak az ősszel elszenvedett vereségért a Nyíregyháza Blue Sharks. A két cápák az NB1 B-piros csoportjának 16. fordulójában lejátszott mérkőzésen 90-49-re verték ellenfelüket. Sicska János együttese vasárnap a Vasas otthonában lép pályára. A Busz Ivánt kisebb sérülés miatt nélkülöző hazaiak úgy kezdték a meccset, mint akik egy pillanatnyi kétséget sem akarnak hagyni az ősszel meglepetésre őket legyőző budafokiakban a végkimenetelt illetően. Az első negyedet 11 ponttal nyerték a cápák, majd a második 10 percben újabb 4 pontot tettek hozzá előnyükhöz Bazsójék. Szünet után egy 14-0-ás nyíregyházi roham gyakorlatilag pontot tett a mérkőzés végére, a hátralévő időben pedig úgy is nőtt a két csapat közötti különbség, hogy Sicska János valamennyi játékosának lehetőséget adott. Azt beszéltük meg a fiúkkal az öltözőben, hogy maximálisan teszi magát mindenki, koncentráltan játszunk, illetve minél többet próbál nyerni, hiszen kikaptunk Budafokon, és szerettünk volna visszavágni, ez sikerült. Egyre jobbak vagyunk, az amerikai játékos is egyre jobban beépül a csapatba. Én úgy gondolom, hogy jó formában vagyunk. Örülök annak, hogy ezen a meccsen tudtak játszani a fiatal játékosok is, vagy azok, akik kevésbé játszanak, ezért tudtuk pihentetni a meghatározó játékosokat a vasárnapi mérkőzésre. A mérkőzésen 19 pontot szerző Tóth Gergely szerint minden tekintetben felülmúlták ellenfelüket. Felkészültünk erre a találkozóra, kielemeztük az ellenfélnek a játékait, remekül felkészültünk belőlük. Én úgy gondolom, hogy a Jani és a csapat, a játékosok is remek munkát végeztek, köszönhető az eredménynek és ennek a nagy arányú győzelemnek. Én úgy gondolom, hogy az első félidő az erősebbre sikeredett, mindenki sokkal jobban ment, mint a második félidőbe. Én úgy gondolom, hogy fizikailag jobban bírtuk ezt a találkozót, mint a Budafok csapata. A budafokiak edzője az első körben aratott győzelmük után szorosabb mérkőzésre számított. Természetesen jobbra számítottam, hát az első mérkőzésen nyerni tudtunk hazai pályán. Jelen pillanatban kicsit más helyzetben vagyunk, nagyon sok sérülés hátráltatta felkészülésünket, és egy-két játékos önbizalom hiányba szenved, úgyhogy most nem a Nyíregyháza lesz nekünk az ellenfelünk, hanem megtalálnunk a saját játékunkat és a elkövetkező, könnyebbnek érkező mérkőzéseket megnyerni. A forduló további eredményei a következők: BKG Prímese Mafc 89-100, Nagykőrösi Solymok Budapesti Honvéd 71-95, Veszprém PVSK 89-76, Neafc Békés 97-88 és Vasas Akadémia MTK Török Bálint 84-79. A tabella élén a 100%-os Veszprém áll megelőzve a 15-1-es mutatóval rendelkező Mafcot. A Nyíregyháza Blue Sharks 10 győzelemmel és 6 vereséggel az 5. helyen várja vasárnapi Vasas elleni vendégjátékát. Érvényesítette a papírformát a tavaszi nyitófordulóban a Nyíregyházi Tekeklub együttese. Az NTK a Szegvár csapatát fogadta, és a vendégek 8-0-ás vereséggel távoztak a városi stadion Teke csarnokából. A nyíregyháziak célja egyértelműen a visszajutás a Szuperligába, és a csapat ennek szellemében is készült a tavaszi bajnoki folytatásra. Az NTK-t 7 játékos képviselte Szegeden a hagyományos világranglista versenyen, közülük Mogyorósi Péter 680-t ütve hajszállal maradt le a 16-os döntőről a 300 tekézőt felvonultató mezőnyben. Mellette többen is jól dobtak, csak úgy, mint a Debrecen elleni főpróbán, így a nyíregyháziak optimistán várták a Szegvár vendégjátékát, amelyen a vártnál is magabiztosabb győzelmet arattak. Egy picit szorosabb mérkőzésre számítottunk, ugyanis a Szegvár csapata a középmezőny csapatait erősíti, tehát nem leírandó csapatról van szó, és néhány évvel ezelőtt még a Szuperligában játszottak. Végül is a Várthoz képest már rögtön az elején a Hakker Dezső révén 583 fával Dezső volt a legjobb a mérkőzésen, már megalapozta a sikert, míg mellette a Szegő Levente szintén magabiztos pontszerzéssel tette hozzá magáit a csapathoz. A középső sorban azonban a Fehér Béla egyértelműen 4-0 arányba megverte ellenfelét, míg mellette a Szolyka Miklós a eddig legjobb hazai teljesítményét nyújtott 564 fával, és már ekkor tetemes több mint 250 fás előnyünk volt, és 4-0 arányban vezettünk, és már a zárósorban Bajorosi Péternek és a magamnak már csak le kellett játszani úgymond ezt a mérkőzést, és kialakult, hogy ott is mindketten 4-0-4-0 arányban diadalmaskodni tudtunk az ellenfelünkkel szemben, és egy kiütéses 8-0-ás, majdnem 400 fás hazai győzelem lett a vége. A nyíregyháziak a 8-0-ás győzelem mellett a 3366 fás teljesítményüknek is örülhettek.
Megközelítettük most a 3400 fát, ami évekkel ezelőtt sikerült, azt lehet mondani, a Szuperligában ennek a csapatnak, úgyhogy ez mindenképpen bizakodásra ad okot, hogy a következő hazai mérkőzésünkön egyértelmű esélyesek vagyunk, és az ide látogatók majd ne túl sok reménnyel érkezzenek Nyíregyházára. Ez mindenképpen nagyon fontos volt. Egy kicsit a csapat összerázás szempontjából is egy ilyen jó idényító kezdeti jó eredmény, ez nagyon fontos volt, és hozzáteszük azt, hogy a következő hétvégén majd a Gyula elleni idegenbeli mérkőzésen meg minden egyes fának jelentősége lehet majd, úgyhogy mindenképpen kellett ez az önbizalom növelő, magabiztosságot nyújtó jó eredmény, és bízunk benne, hogy a következő idegenbeli mérkőzésünkön ezt tovább tudjuk majd kamatoztatni. Az NBA egy keleti csoportját az Eger vezeti 18 ponttal megelőzve a 16 pontos Nyíregyházát és az egyaránt 15 pontos BKV előrét, valamint Ceglédet. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden. Az egészségügyben tapasztalható szakemberhiány csökkentését segíteni az Állami Egészségügyi Ellátóközpont új ösztöndíj programja, amelyben mintegy 2300 hallgatót, elsősorban ápoló, védőnő és mentőtisztképzésben résztvevőket támogatnak. A nyertes pályázók évi 640 ezer forintos ösztöndíjat kapnak, cserébe vállalniuk kell, hogy tanulmányaikat követően 2 évig Magyarországon vállalnak szakképzettségüknek megfelelően munkát. Hatékony a NAV online számlarendszere, az elmúlt fél év alatt 28 millió számla érkezett az adóhatósághoz. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében körülbelül 11 ezer társas vállalkozás működik, illetve közel 8 ezer egyéni vállalkozó van. Őket érintheti a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatszolgáltatási kötelezettsége. Ez segíti a hatóságot abban, hogy kiszűrhetőek legyenek a családgazdálkodók. A rendszer fehéríti a gazdaságot, és az államkassa bevételeire is jó hatással van. Manióka gumóból és keményítőből készült termékekkel számos területen ki lehet váltani a műanyag használatát. Többek között erről is szó volt azon a kolumbiai magyar gazdasági konferencián, amelynek fő témája a kolumbiai kávé hazai feldolgozása és értékesítése volt. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták január 25-én pénteken friss hírekkel, legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket, hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Erősen felhős lesz az ég, havazás helyenként előfordulhat. Az északi szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 5 fok körül alakul térségünkben. Szombaton napközben csak rövid időszakokra szakadozik fel a felhőzet, havazás szórmányosan előfordulhat. A nyugati szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 1 fok körül alakul. Vasárnap, illetve a jövő hét elején változékony időre van kilátás. Csak időnként vékonyodik el, szakadozik fel a felhőzet. Hazánk több pontján számítani lehet csapadékra. Hó, havas eső, ónos eső, eső egyaránt előfordul. A jövő hét közepétől jobbára erősen felhős, párás, helyenként tartósan ködös idő várható, zúzmara képződéssel, itt-ott húszálingózással, ónos szitálással. Csípősek lesznek az éjszakák, átmenetileg kissé erősödik, majd ismét gyengül a nappali felmelegedés.